Mind biztonságos, esetenként a bizalomhiány is nehezíti a szérumok közötti választást. Nem maradt el a megemlékezés, névadója szobra előtt tisztelgett a múzeum vezetése. Tavasz a kiskertekben, nincs akadálya a lemosó permetezésnek, hideg, de napos hétvége áll előttünk. Jó estét kívánok! Önök a Szolnok Televízió hírműsorát látják március 12-én, pénteken 19 órakor. A nap hírei következnek az aktuálisban. Ahogy nő Magyarországon az oltakozási kedv és hajlandóság, úgy lesz egyre inkább szóbeszéd tárgya az egyes oltástípusok jellegzetessége és vélt vagy valós mellékhatásai. Ma hazánkban ötféle vakcinával küzdenek a koronavírus járvány ellen. Túllépte az 1 millióta beoltottak száma, és ezzel meghaladta a 10%-ot a magyar lakosság beoltottsági aránya. Ezzel hazánk már a második helyen szerepel az uniós ranglistán. A magyar lakosság átoltottsága több mint másfélszerese az uniós átlagnak. A szakemberek hangsúlyozzák, a COVID-19 elkerülésének legbiztonságosabb, legköltséghatékonyabb módszere a vakcináció. Magyarországon jelenleg 5 vakcina használata engedélyezett. Ezek pontos leíratát a koronavírus.gov.hu oldal letölthető tájékoztatói között találják. A Pfizer mRNA-s vakcina forgalomba hozatalát az Európai Gyógyszerügynökség engedélyezte. Egy lipid nanorészecskébe csomagolt, a stabilitás miatt módosított hírvivő RNA-s molekulát tartalmaz. A vakcina elősegíti, hogy az immunrendszer antitesteket és a vírus ellen ható vérsejteket termeljen. Decembertől a kórházi oltópontokon egészségügyi dolgozókat, majd idős otthonokban, házi orvosoknál, oltópontokon regisztrált időseket oltanak vele. Első adagját követően 21 nappal kell beadni a második oltást. A védettség a második oltás után 7 nappal várható. A WHO ajánlása alapján a második adag beadásának ideje akár 42 napig is kitolható. Magyarországon a második adag beadásának idejét 35 napra tolják ki. A Moderna mRNA-s vakcina forgalomba hozatalát is az Európai Gyógyszerügynökség engedélyezte. Ez is a vírus molekuláris szerkezetén alapuló technológia segítségével készült, lipid nanorészecskébe csomagolt RNA-s molekulát tartalmaz. Januártól idős otthonokban, illetve házi orvosoknál, kórházi oltópontokon is oltanak vele. Első adagját követően 4 héttel kell beadni a második oltást. A védettség kialakulása a második oltás után 7 nappal várható. Az AstraZeneca virális vektor vakcina forgalomba hozatalát szintén az Európai Gyógyszerügynökség engedélyezte. Tüskefehérjét kódoló csimpánz adenovírust tartalmaz. 60 év feletti krónikus betegeket kezdtek vele oltani. 2 injekcióból áll, 28-84 nap különbséggel beadva. Az orosz Sputnik virális vektor vakcinának nincs európai engedélye. Forgalomba hozatalát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet engedélyezte. Kombinált vektor alapú vakcina. A vírus 2 tüskefehérjéjének génjét tartalmazza. Januártól regisztrált időseket oltanak vele, krónikus betegeket nem. A kínai Sinopharm vakcinája inaktivált vírust tartalmaz, európai engedélye nincs, forgalomba hozatalát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet engedélyezte. Az oltóanyag alkalmazásához iránymutatást adó leírást bocsátott ki. A vakcina elősegíti, hogy az immunrendszer antitesteket és a vírus ellen ható vérsejteket termeljen. Szintén februártól oltanak vele 60 év felettieket és az ennél fiatalabb krónikus betegeket. 2 injekcióból áll, 21-28 nap különbséggel beadva. Javaslattal élnek a szolnoki butikosok. Arra kérik a kormányt, hogy meghatározott feltételekkel, de a szigorítás ideje alatt is kinyithassák üzleteiket. A kiskereskedők igazságtalannak érzik, hogy a multikban bármennyien bármit vásárolhatnak, ők pedig napi 15-20 vásárlót sem fogadhatnak. A tulajdonosok aggódnak a pandémia miatt, tavaly átlagosan 20%-kal csökkent a bevételük, azt mondják, még egy ilyen évet nem bírnak ki. A probléma több mint 100 szolnoki kiskereskedőt érint. A kényszerű zárvatartás ideje alatt jobb híján felújítja üzletét Tóth Csaba. Hétfőn már nem nyithatott ki, a kormány döntése értelmében ugyanis. Március 22-ig az élelmiszerboltok, patikák, drogériák és benzinkutak, valamint bizonyos üzletek kivételével zárva vannak a boltok.
A magyar kiskereskedők nem árulhatnak cipőt, ruhát, ajándékot, táskát, függönyt, ugyanakkor mindezeket a termékeket a multik üzleteiben meg lehet most is vásárolni, panaszolta a kereskedő. A járványügyi intézkedéseket meg is értettük. Csak amikor kiderült, hogy minden multi nyitva van, illetve minden multiban árulnak cipőt, ruhát, melltartót, bugyit, tévét, mindent, akkor, hogy úgy mondjam, akkor borultam ki, hogy a kis magyarok napi 10-12-20 vevőt nem engedhetnek be a kis üzletekbe, a multikba viszont tömegével, helykorlátozás nélkül annyian mennek, azt vesznek, azt csinálnak, amit akarnak. Ennek a helyzetnek a feloldásához kérték dr. Kálai Mária országgyűlési képviselő segítségét. Az a javaslatuk, mely Tóth Csaba közösségi oldalán levél formájában olvasható is, hogy március 22-től engedélyezzék a kisüzletek nyitvatartását. Feltételekkel. Ilyen kitétel lehetne például az is, ha előre meghatároznák, hányan tartózkodhatnak egyszerre az üzletben. A szabályokat a bejáratnál fel lehetne tüntetni. Ennek betartását egy ellenőrzésnél egyszerű lenne megállapítani és betartatni. A levelet számos helyi kisvállalkozó megosztotta. Kálai Mária titkárnőjével beszéltem, ő arról tájékoztatott, hogy a javaslatot, illetve az észrevételt eltűlte a miniszterelnökségre. Hogy ezek után mi a lépés, mi nem, nem tudom. Azért is próbálunk most időben ebbe lépni, hogy nem tudjuk, hogy március 22-e után milyen döntések születnek, de ebbe a döntésbe kellene még ezeket belevenni. A kiskereskedők azt mondják, már ez a két hét is nagy kiesés jelent számukra. Csak tavaly átlagosan 20%-kal esett vissza a forgalmuk, még egy ilyen év pedig akár bezáráshoz is vezethet. Első kiadásunkig megérkezett dr. Kálai Mária állásfoglalása. Az országgyűlési képviselő szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében leszögezi az operatív törzs a társadalmi találkozások számának minimálisra csökkentése érdekében hozta meg döntését az átmeneti korlátozások bevezetéséről. A képviselő levelében kitér arra is, hogy a vállalkozásoknak a kormányzat több területen is igyekszik segíteni, ezért is terjesztették ki több ágazatra, például a bértámogatás lehetőségét. Dr. Kálai Mária Tóth Csaba panaszát továbbította a miniszterelnökség felé. Hagyományosan a Damjanich János Múzeum udvarán kezdődnek a március 15-éhez kapcsolódó megemlékezések Szolnokon. Idén ez a járványügyi előírások miatt szűk körben zajlott. Az intézmény igazgatója és helyettese helyezett el koszorút a múzeum névadóját ábrázoló domborműnél. A múzeum munkatársai online megemlékezéssel is készülnek az ünnepre. A Damjanich János Múzeum belső udvarában 2006. március 15-én leplezték le a kézdivásárhelyi szobrász Vetró András domborművét, amelyet a Szolnokért Egyesület adományozott a múzeumnak. Az intézmény munkatársai azóta is nagy becsben tartják az emlékművet. 1848-as, 49-es eseményekhez a Szolnoki Múzeumnak személyesebb, közvetlen kötődése van, hiszen Damjanich János személyében a névadóját is tisztelés a városban, nem csak Damjanichnak, hanem a 48-as hősöknek is nagy kultusza van. Nekünk megtiszteltetés volt, hogy egy civil szervezet és a város összefogása jóvoltából itt a múzeum belső udvarán egy Damjanich emléktáblát állíthattunk. Az emlékhely felavatása óta minden évben a város több civil szervezete is elhelyezi itt a megemlékezés koszorúját egy bensőséges ünnepség részeként. Egy évvel ezelőtt azonban a járvány kezdetekor ez volt az első olyan szolnoki múzeumi rendezvény, ami áldozatul esett a pandémiának. Pont egy évvel ezelőtt már itt sorakoztak a koszorúk, sőt részint a koszorúzó személyek is, amikor lefújták a március 15-i eseményeket, úgyhogy bár a koszorúkat kiakaszgattuk, de nem szerettük volna, hogy második évben is egy számunkra ilyen fontos esemény megemlékezés nélkül teljen el. Az ünnep napján várhatóan a város polgármestere és a helyőrség parancsnok is elhelyezi koszorúját az emléktáblánál. A múzeum munkatársai pedig újabb online tartalmak közzétételével készülnek a megemlékezés részeként. 1912-ben avatták az akkori város és megye nagy pompával azt a reprezentatív kararai márvány Damjanich emlékművet, ami ugye a művésztelep oldalánál a szolnokiak számára általánosan közismert. Ez egyébként a legjelentősebb pontja az itteni emlékeknek és a legtöbb koszorúzásnak itt
van a főhelye, hát most ezt mi virtuálisan föltesszük egy korabeli képpel, illetve hát azzal a szöveggel, ahogy annak idején őseink ezt az emlékművet felavatták. Alig egy hónapon belül ki kell derülnie, kivezeti július 1-től a Szolnoki Szigligeti Színházat. A poszt betöltésére szóló kiírás 2020 utolsó napjaiban jelent meg, és arra a február 10-i határidőig hárman nyújtották be pályázatukat. Barabás Botond a társulat tagja, Kis József volt művészeti vezető és Szolnoki Tibor színművész. A kinevezésre vonatkozó kormányrendelet értelmében a szakmai bírálóbizottságnak 30 napon belül kell javaslatot tennie új igazgató személyére. Úgy tudjuk, ez a héten meg is történt. A végső döntést azonban a város közgyűlése hozza meg, melyre újabb 30 nap áll rendelkezésre. A vészhelyzetre való tekintettel azonban kérdés, hogy az ügyben a képviselőtestület vagy a polgármester egyedül dönt majd. Itt a tavasz, a virágokon kívül azonban sajnos előbújik az illegális hulladék is Szolnokon, bár egész évben csúfítják a várost a tilosba, tiltott módon lepakolt szeméthegyek, a jó idő és a kerti munkák megjelenésével ezek száma is megnő. Az Alcsi-sziget út buszfordulónál az Alamandülő mentén a környező fásligetek tövében már megjelentek az első kupacok. Kisebb hegy magasságában áll a gajazzásból megmaradt nyesedék, a kidobott kommunális hulladék és az egyéb szemét, a Holtiszától nem messze a Bagoly és Harkályút közeli erdősávban. Illegális szemét lerakó, ahova egész évben hordják a kukákba valót. Ez már az első szemétkupac a turbókörforgalom mögötti fordulónál, az Alcsi-sziget út elején. Időről időre itt is felhalmozódik az illegális szemét. A legnagyobb kénye ennek a dolognak az, hogy feltételezhető, hogy nem itteniek, hanem kocsival jönnek, és a kocsi csomagtartójából kicsapják, szétnéznek és elszaladnak, ahogy ez ilyenkor szokott volt lenni. Inkább tavasszal kínosabb ez, amikor eltűnik a hó, és kezd zöldelni a békás is, illetve a kertek. Hát kínos. Általában háztartási hulladék, illetve gépalkatrész, tehát személyautónak gumia, karosszériaelemek, általában ezek palackok. Biztosan hordják ide máshonnan is a szemetet, mondják a szakemberek. A nyesedék, a zöld hulladék arra utal, hogy sokan a kertekből járnak el így. Valami ilyen zöld, meg ilyen zöld hulladék, az komposztba mi elrakjuk, úgyhogy abból úgy nekünk nincsen szemét. A közeli telkek tulajdonosai már összefogtak és figyelik az illegális szemét lerakóit. Vannak néhányan, akik a Szecskáról meg az Ördög tudja honnan ide kiköltöztek. Ők fizetik a hulladékszállítást, és van hulladékszállítás. De ettől függetlenül mégiscsak előfordul. Korábban több volt, mert évente egyszer a hulladékszállító cég el szoktak takarítani közmunkásokkal. Évek óta ez működik, kitakarítják a csatornát a négyes mellett, itt rendet tesznek, de mindig vannak haszontalan emberek. Ha észrevesszük, már megbeszéltük itt a szomszédokkal, hogy jelezzük, és rászólunk. Lomtalanítás idején is megnő az illegális hulladék mennyisége. Sokan a fordulóba hordják ki a lomot, de ez is szabálytalan. Sok esetben sajnos a tudatlanság vagy a nem törődömség is közrejátszik. Nagyon sok olyan hulladékot szedünk össze, amit egyébként a városban található két hulladékudvarban, vagy a hulladékgyűjtő szigetek valamelyikén ingyen szabályosan le lehet adni. Ilyenek például a PET palackok, papírhulladék, konzerves doboz, elektronikai hulladék, festékes gödrök, ezeket mind-mind le lehet adni az adott helyen, és a semmibe nem kerül, csak egy kis odafigyelést igényelne. A heti szemétszállítás, az évenkénti lomtalanítás ezen a városrészen is működik, sokan élnek is a lehetőséggel. Ahhozzá nekünk egy kuka, abba gyűjtsük bele a zöldet, van a sárga, abba mennek a kutyadobozok, meg a papír. És utána hova jut ez a szemét? Kirakjuk, hordják, elhordják mindig. Majd most jön a zöld hulladék is. Azt összekössük a meccést, kirakjuk a zöld kuka mellé, azt el szokták vinni. A részek össze van kötve. Szolnokon 5 évvel ezelőtt évente kevesebb, mint 1000 köbméter illegális szemét rondította a várost. Mára ez meghaladja az évi 3000 köbmétert. Mindez 2020-ban több mint 20 millió forint kárt okozott a megye székhelynek.
Kedves nézőink, Önök az Aktuálist, a Szolnok Televízió pénteki hírműsorát látják, nézzük, mi lesz a folytatásban. Röviden. Szolnoki vonatkozású cikket is közöl, friss lapszámában a várásatásról is beszámol a Határtalan régészet. Elhunyt Rekita Albert, a szolnoki póló élet egyik legendája. Felkerült a törökkori régészeti térképre Szolnok, az egyik népszerű szaklap közölt cikket a szolnoki várásatásról, amely beszámol egy régészeti szenzációról is. Sehol másutt az országban nem találtak törökkori palutát, csak itt Szolnokon. Nem becsukódik, hanem éppenséggel nyílik az új fejezet a magyar törökkori régészetben. A Határtalan régészet című archeológiai magazin idei első száma közöl több tanulmányt is a korszakot érintő ásatásokról, új felfedezésekről. Kezd felkerülni a Szolnok a helyére. A komoly, olykor évtizedes kutatómunkákat összegző cikkek közé került a szolnoki vár ásatását bemutató tanulmány. Törökkori dzsámik, fürdők megmaradtak az utókornak, paloták azonban nem, csak egyetlen helyszínen. Ez annyira kuriózum, hogy nincs több ilyen az országban. Törökkori palotaépítészeti kutatások nem folytak Magyarországon. Ezek a történelmi emlékek elpusztultak. Szolnokon sem egy tervezett ásatás során bukkantak rá a maradványaira. Új épületeket létesítettek a művészterület területén, és azt megelőző feltárásokat során került elő ez az épület. Ez egy emeletes épület volt, nagyon, és eredetileg is az oszmánok építették, agyagbarakott kő és tégla volt az alapozása, és egy fa konstrukciót ácsoltak rá, és a közét pedig ennek nyers agyagtéglával töltötték ki, és mindez két szinten. Ez egy 20 méteres épület, 9 méter széles. A mindenkori szandzsák béglakhelyének makettje napokon belül elkészül, amely a többi Szolnokon fellelt törökkori emlékkel együtt a majdan megnyíló várkiállítás része lesz. Az egykori vár területén az ásatások áprilisban folytatódnak. A hosszú hétvége sokakat csábít majd a kiskertekbe. A meteorológusok műszerei ugyan hideg reggeleket jeleznek, de napközben napos, helyenként szeles időre számíthatunk csapadék nélkül. Kiváló lehetőséget ad az időjárás arra, hogy folytatni lehessen a tavaszi munkákat, és el lehessen végezni a gyümölcsfák lemosó permetezését. A tavaszi lemosó permetezés az egyik legfontosabb záloga az őszi szüretnek. A gyümölcsfákat ezzel az eljárással tehetjük ellenállóvá a kártevők, betegségek ellen. Egy nagyon bő permetlével fogunk permetezni. Ez tavasszal főleg rézzel szoktunk permetezni, de vannak kombinált szerek, mint például a rézkén, és az olajos rézkén pedig egy még hatékonyabb szer. Ez szinte az összes kártevőt, rovar, ízeltlábú, atka, gomba, bakteriális fertőzés ellen védelmet nyújt a fának, szinte az összeset letakarítja róla. A kén legfőképpen a lisztharmat ellen, a rész pedig az összes más egyéb gombás bakteriális fertőzés ellen jó. A lemosó permetezés technológiájának lényege valójában az elnevezésében rejlik. Pontos, hogy bő permetlével és minden repedésébe bejusson a fának, gyakorlatilag megfürdetjük a fát. Fertőtlenítjük. Az őszi szüret örömét alapozhatjuk meg az alapos lemosó permetezéssel. Enyhe telek után, mint amilyen most is volt, ez különösen igaz. Ha kihagynám, akkor későbbiekben jobban szaporodnának, nagyon sok levéltetű lenne. Sokkal nehezebb már akkor permetezni, amikor már berobbannak, és egy nagyobb létszámban vannak jelen. A gombabetegségek pedig hát azok ellen is csak nehezen lehet kontakt vagy felszívódó hatású permetszerekkel védekezni. A mostani hétvége remek alkalom lehet a kiskertekben ennek a munkának az elvégzésére is. A böjti szelek ugyan fújnak, és reggelente még elég hideg van, de napközben talán még az időjárás is kegyeibe fogadja a kertészkedőket. Elhunyt Rekita Albert, a szolnoki póló élet egyik legendája. A Magyar Népköztársasági kupagyőztes vízilabdázót 63 éves korában érte a halál.
Lepattogzott szélű, fekete-fehér képekről néznek ránk feszes melkasú fiatalemberek. Köztük egy srác az évtizedekig elmaradhatatlan bajusszal. Szolnoki vízilabdázók. A bajszos legény a cukorgyári lakótelepen született, mégis az áldott emlékű Damjanics uszodában nőtt fel, és lett belőle a Rexi. Ugyanúgy hozzátartozott a medencéhez, mint a kapu, a labda vagy a víz. Tagja volt az 1985. december 8-án a Vasast 9-7-re legyőző, ezzel hosszú évek után újra trófeát, az akkori Magyar Népköztársasági kupát megnyerő, akkor éppen Szolnoki Vízügy néven szereplő csapatnak, amellyel még begyűjtött egy ezüstöt és két bronzérmet is a bajnokságban. A 2010-11-es szezonban még játszott az OB2-ben, túl az 50-en egyike volt a szolnoki rozmároknak. Tegnaptól más, földi léten túli medencékben úszik, passzol, lő, vagy a parton beszélget a világ legszebb játékáról, a pólóról. Kedves nézőink, most olvasnivalót ajánlok a szombati Új Néplapból. Lerövidíti és enyhíti a koronavírus tüneteit a betegség korai szakaszában az az antivirális készítmény, melyből a napokban szállítottak ki 20 000 darabot az ország, így a megye gyógyszertáraiba is. A favipiravir egy március 4-i miniszteri döntés értelmében recept alapján térítésmentesen váltható ki a gyógyszertárakban, írja az Új Néplap szombati száma, mely Szolnoki oldallal is jelentkezik. Az aktuális végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden. Mind biztonságos, esetenként a bizalomhiány is nehezíti a szérumok közötti választást. Nem maradt el a megemlékezés, névadója szobra előtt tisztelgett a múzeum vezetése. Tavasz a kis kertekben, nincs akadálya a lemosó permetezésnek, hideg, de napos hétvége áll előttünk. Kedves nézőink, Önök a Szolnok Televízió pénteki hírműsorát látták, beszámolóinkat ismét megtekinthetik honlapunkon, valamint Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Ötleteiket osszák meg velünk a képernyőn látható elérhetőségeink valamelyikén. Mára valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb hétfőn a szokott időben várjuk majd Önöket, tartsanak velünk!